A mai napon egy igazán megdöbbentő és végtelenül szomorú történetet hoztam nektek. Előre szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy ez a videó nagyon nehéz témákat foglal magába, és csak saját felelősségre hallgassátok végig. Lacey Ellen Fletcher 1985. november 25-én született a Louisiana-i Szülei Sheila és Clay Fletcher voltak. Egy kicsi, de szép házban éltek a Tom Drive-on, 9 éves kora körül költöztek oda, és itt is élte le életét. Szülei oszlopos tagjai voltak a helyi egyházközösségnek, rendszeresen jártak templomba. Sheila rendőrségi és bírósági hivatalnokként dolgozott Bakerben, majd később Zekeri város ügyészének asszisztentjének. Se lett. Clay a Baton Rouge polgárháborús kerekasztalnak dolgozott, amely egy olyan nonprofit profit cég, amelynek küldetése a polgárháború során mindenki által hozott áldozatok tanítása. Lacey-nek meglehetősen normális gyermekkora volt. A Brownsville Baptista Akadémiában tanult, ahol a röplabda csapat tagja volt. A Fletcher család egyik szomszédja, Robert Blades, úgy írta le lacey mint egy vidám, normális gyerek. Lacey autista volt, és állapota 14 éves korában, amikor középiskolába került, fokozódott. Szülei ezért kivették az iskolából, és elkezdték otthon tanítani. Robert blaze a fia, akit szintén Robertnek hívnak, egy évvel idősebb lacey és egy iskolába jártak. Tőle tudjuk, hogy Lacey nagyon megváltozott ekkoriban. Nem úgy látta a dolgokat, mint sok más gyermek. Nem volt az a tipikus tinédzser. Okos volt, de nem volt annyira érett, mint a korabeli tinédzserek. Inkább a gyerekesebb dolgokat szerette. Tehát nem járt el bulizni, nem érdekelték a fiúk, nem találta meg a közös hangot a többi tinédzserrel. 17-18 éves korában jobban szerette nézni a Disney filmeket, és állandóan country zenét hallgatott. Annak ellenére, hogy eléggé visszahúzódó volt, sokszor áthívta iskolatársait az otthonába, hogy együtt nézzék az ő által olyan nagyon szeretett filmeket, de sokan nem mentek el ezekre az alkalmakra. Ekkoriban Robertet például jobban érdekelte a motorozás és olyan más dolgok, amik egy 18 éves fiút jobban érdekelhet. Lészi egyik barátja a 9. osztályból így nyilatkozott a médiának. Aranyos, kedves emberként emlékszem rá. Ő volt az egyik első ember, akivel barátkoztam, és amikor iskolát váltottam. Ő az egyik Legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam, annyira kedves és édes volt. Lézi általában csendes volt, de véleményét mindig nyíltan felvállalta. Lézi súlyos, szociális fóbiában is szenvedett és emiatt 10 éves korában három éven keresztül pszichológus kezelte. Miután 2000 körül Lészit kivették az iskolából, nagyon kevesen látták. Robert utoljára 2006-ban látta őt, amikor 21 éves volt. Az utcájukban kocogott súlyokkal a kezében. Elmondása szerint Lészi gyakran választotta az edzésnek ezen formáját. Lészi szülei állítólag meglátogatták az orvosát 2010-ben, amikor Lészi 25 éves volt. A szülők aggodalmukat fejezték ki az orvos felé, és tanácsot szerettek volna kérni tőle. Lézi ugyanis elkezdett egy teljesen izolált életstílust követni. Nem volt hajlandó elhagyni a házat, de még a kanapéról sem volt hajlandó felkelni. Sheila és Clay állítása szerint az orvos nem tudott érdemben segíteni nekik. 2017-ben a szomszéd Robert Blates elkezdte furcsálni, hogy nem látja már Lacey-t a szomszédságban. Arra gondolt, hogy Lézi esetleg férjhez vagy elköltözött, esetleg egy másik városban folytatta tanulmányait. Egyik nap megkérdezte Clay-t, apját, hogy mi történt vele. Clay azt válaszolta, ó, nem, még mindig itthon él, jól van, és akkor azonnal témát is váltott. Sosem adott egyenest választ senkinek sem, akárhányszor valaki a szomszédságban érdeklődött a lánya felől. 2022. január 3-án Ekkor Lézi 36 éves volt. Hajnali két óra körül Síla Fletcher felhívta a 911-et, és bejelentette, hogy Lézi nem lélegzik. Egyes források szerint egy szomszéd látta Lézit az ablakon keresztül, és megfenyegette Fletcheréket, hogy ha nem hívják a 911-et, akkor ő fogja. A helyszínre küldték a serif helyettest, aki azonnal kihívta a halott kémet. A tett helyszín kapcsán a serif így nyilatkozott: Hat éve vagyok serif és sok mindent láttam már a munkámból kifolyólag, de ez a fajta jelenet messze a legrosszabb volt, mint közül. A következő rész a helyszín részletes leírását tartalmazza. Képeket a helyszínről nem láthattok ebben a videóban. Ha ezt nem akarjátok hallani, tekerjetek a képernyőn feltüntetett időhöz. A hatóságokat azonnal megcsapta a bűz, amint beléptek az ajtón. Más volt, mint amit eddig tapasztaltak. Vissza kellett tartaniuk a lélegzetüket. Rothadó hús, ürülék és vizelet kombinációja volt ez a bűz. Lészi szinte válig eltemetve ült a kanapé széles és mély lyukában, amelynek párnái teljesen eltűntek az évek alatt. A lány teste kisé balra dőlt, jobb karja a nyakához közel, lesoványodott teste felső felén pihent. Egy kis kék mintás pólótól eltekintve mesztelen volt, ami a melkasán volt felhúzva, és nem takarta el a mellét. A szeme tágra nyílt, csak bámult semmibe. A szája is nyitva volt, és az elülső fogai teljesen kilátszottak. Törökülésben ült a kanapén, arcát nagy, vörös foltok borították. Az ürülék szinte az egész testén elkenődött, a haja és a füle is tele volt vele. Az egész testét kukacok és rovarcsípések borították. A börtönként szolgáló barna bőrkanapé egy fal mellé volt állítva. A fal és a kanapé mellett volt egy 45 cm-es lyuk, ahova benézve a hatóságok egy nagy, nedves foltot láttak, közvetlenül lészi teste mögött, amiről azt gondolták, hogy vizelet. A kanapé jobb oldalán egy szürke komód helyezkedett el, amelyen egy takaros kis ruhakupac csücsült. A kanapé előtt pedig egy zsúfolt, alacsony, fekete asztal állt, amely tele volt testápoló flakonokkal, hintőporral, egy csomag törlőkendővel, orspréjjel, egy kis fekete dobozzal, amelynek tetején egy gyerekképe volt, és egyéb olyan tárgyakkal, amelyekből úgy tűnt, hogy flecseréknek megvoltak a szükséges eszközeik ahhoz, hogy tisztán tartsák lányukat. A kanapé és az asztal között két szépen egymásra rakott DVD-doboz állt, amelyek valószínűleg Disney filmek lehettek. Az orvos szakértői vizsgálat után még több részletre fényderült. derült. Lészi mindössze 43,5 kilogrammot nyomott, amikor felfedezték holtestét. Testén nagy területen eltűnt a bőr, hála annak, hogy éveken keresztül maga alávizelt, a hátának és a fenekének nagy része elfeketedett, ahogy Lészi beleolvadt a kanapéba. A lábairól eltűnt a bőr ott, ahol a kanapé hozzájuk ért. A halottként feltárta, hogy Lészi súlyos orvosi elhanyagolás következtében halt meg, amely krónikus alultápláltsághoz, akut éhezéshez, mozdulatlansághoz, akut feké képződéshez, és csontfertőzéshez vezetett, ami miatt pedig végül szepszist kapott, továbbá elkapta a covid -ot. A további vizsgálat során a hatóságok megállapították, hogy Lészit 16 éves kora óta nem látta orvos. Több, mint 20 éve. Továbbá azt is sejtik, hogy körülbelül 12 éve nem kelt fel arról a kanapéról. A halottkém arról számolt be, hogy Lészi egy-két nappal azelőtt meghalt, hogy anyja hívta a 911-et. A halottkém elmondása szerint a látvány annyira megrázta, hogy egy hétig nem bírt enni. A szülőket azonnal bevitték kihallgatásra. Síla a kihallgatása során ezt mondta. Lészi este tízkor még életben volt, Síla elolult egy széken, amely nem mellesleg közvetlenül a kanapé mellett foglalt helyet, és amikor hajnali kettőkor felébredt. Lészit holtan találta a kanapén. Síla azt is elmondta, hogy Lészit teljes mértékben a tudatánál volt, és saját magának hozta azon döntését, hogy nem kell fel a kanapéról. Síla állította, hogy rendszeresen kezelte a fekéjeit és sebeit, és hogy Lészi egy törölközőn ülve a kanapén, vagy a közelben elhelyezett másik törölközön könnyített magán, és ezt Síla rendszeresen cserélte alatta. Később a szülők viszont azt állították, hogy Lészi bezártság szindrómában szenvedett, ami pedig azt bizonyítja, hogy Lészi nem önszántából ült a kanapén ennyi éven keresztül. A bezártság szindróma, vagy logged-in szindróma egy olyan állapot, amiben az alany öntudatánál van, de nem képes mozogni és kommunikálni. Ebben a szindrómában a test csak nem minden akaratlagosan mozgatható izma lebénul, csak a szem vagy csak az arcizmok mozgathatók még. A bezártság szindróma lehetséges okai a traumás agysérülés, a keringési rendszer betegségei, a túladagolás, az idegi károsodások és a szélütés. Lészit soha nem diagnosztizálták bezártság szindrómával, semmilyen sérülés nem történt vele, ami megindokolhatná ezt az állapotot. De tegyük fel, hogy tényleg bezártság szindrómában szenvedett. A szülei miért nem gondoskodtak róla? Az ő felelősségük lett volna, hogy gondozzák Lészit, és ha azt mondják, hogy ebben a betegségben szenvedett, beismerik a súlyos elhanyagolását. Május 3-án, négy hónappal Lacey halála után, Clayt és Sílát is gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, és letartóztatták őket. Sílát május 4-én feltételesen szabadlábra helyezték, miután letette a 300 ezer dolláros óvadékot. Clay még egy éjszakát töltött a börtönben, valamiféle papír késedelme miatt, de másnap kiengedték. Amikor a média megkérdezte Sílát a szabadulása után, hogy lánya miért nem kelt fel a kanapéról 12 évig, a nő csak bámult maga elé, és később Clay is ugyanígy reagált. A pár természetesen nem vallották magukat bűnösnek. Május 8-án Fletcherék ügyvédje benyújtott egy kérvényt az ügyfelei elleni vádemelések visszavonására, azzal érvelve, hogy az ügyészség olyan dokumentumokat kézbesített neki, amelyek eltérnek a helyi bírósági titkárhoz benyújtottaktól. Az ügyvéd azt mondta, hogy hat Többnyire kicsi, de lényeges különbség van a bírósági dokumentumok között, illetve az egyik dokumentumról egy aláírás is hiányzott. Emiatt május 30-án a bíróság ejtette a vádakat a Fletcher házaspár ellen. A bíró június 19-én tervezett újra vádat emelni a fogyatékkal élők törvényeivel kapcsolatban, és emiatt Lézi szülei 2023. szeptember 6-án, majd február 6-án ismét bíróság elé állnak. A házaspár ügyvédje azt nyilatkozta, hogy hisz ügyfelei ártatlanságában, a kerületi ügyész azonban azt mondta, hogy szilárd bizonyítékok vannak flecserék ellen. Amint kikerül valamiféle új információ ezzel az ügyjel kapcsolatban, értesíteni foglak titeket, de egyelőre csak ennyit tudunk az ügyről. Írjátok meg a véleményeteket kommentben, én köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, legyen szép napotok!